munkásököl, vasaköl, odaút, öhova köl. Ezt már egyszer el akartam mondani, csak nem volt még rá alkalmam. Üdvözlök mindenkit, sarkadé és Csaba vagyok, ez pedig az Alfa Hír Alapjogunkban árcimű podcastje, mai vendégem pedig Komjáti Imre, az MSZP társelnöke, országgyűlési képviselő, szervusz, üdvözöllek. Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Előjáróban két dolog, az egyik az, hogy tegeződni fogunk, bár ugye nem szokás mondjuk politikus és újságíró között, de a, a műsor keretei is ezt azért megengedik. A másik pedig az, hogy a műsorunkat nem csak a Alfahír Facebook és Youtube oldalán találhatjátok meg, hanem most már fenn vagyunk a Spotify-on is, Alfahír Podcast ö, címen. Szóval munkásokről, vasokről, erről is fogunk beszélgetni meg hogy oda tud-e még csapni egyáltalán, vagy valakin fenn van ez a vasököl, de ö, előtte azért egy szomorúbb apropóba fogunk nyitni. Ö, az adásunkat csütörtökön vesszük fel, most van február 23-a. Egy évvel ezelőtt volt a, hát lehet, hogy főleg erre ez az utolsó békenap Európában, lehet, hogy a nagy háború, a harmadik világháború előtt, de ö, 2022. februárjában mondjuk még csak azzal töröttünk, hogy mennyire veri meg az ellenzék Orbán Viktort majd az áprilisi választásokon. Másnap hajnalban megindultak az orosz tankok ő, Ukrajna felé. Hát igazából, hogy emlékszel vissza erre a két napra, vagy hogy emlékszel fel, mikor ébredtél, mire ébredtél fel mondjuk február 24-én? Szerintem ez ilyen Pavlov-i reflex most nálam, hogy most is, hogy ezt említetted, végigfutott a hideg a hátamon. Öhm, hogyan, hogyan reagálhat egy egy hadgyerekes családapa? Abszolút az első az az, hogy Úristen, a háború az, az borzalmas, És mindegy, hogy milyen távol van tőlünk, de ilyen közel, meg főleg. És az, azt is emlékszem, hogy kikaptam a feleségemtől, mert... Ő is aggódott, és elkezdtem mondani, hogy Úristen, és mi lesz, hogyha, ha megindulnak az oroszok, és akkor, ha esetleg kiterjed a háború, és átjönnek Magyarországra. És én akkor mondtam neki, hogy ó, figyelj, hát összepakoljuk a családot, gyerekeket, és akkor megyünk Esztergály Horvátiba, a, a Brunner-Tibihez, aki ottani barátunk polgármester. És, és a feleségem nagy, nagyon leteremtett, hogy de nem érted, én nem menekülni akarok. Hanem én itt akarok biztonságban élni. Na, és, és most is folyamatosan útkosan álltam. hogy igen, ezt e, 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 ilyenkor sok minden átértékelik az emberben. E, és belegondolom, hogy azt hittük, hogy, hogy, hogy biztonság most nem lesz soha többé itt környékünk a háború, és egyszer csak szembe jön velünk, is egészen közel. Éppen ezért e, kell megtenni mindent, azért, hogy ez minél hamarabb befejeződjön. É, és van egy barátom, aki nagyon sokszor szokta azt mondani, hogy, hogy háborúk nem azért vannak, mert a, a szegénye hépészek, hanem azért, mert a gazdagok. És sokszor tényleg ez van, hogy, hogy ha, ha, igazán mögé tudnánk látni a, a háború okainak, mindig az van, hogy a, a, a profitéség, a hatalomésség, szerintem egy baloldali politikusnak ez ellen tenni kell, és ahol, ahol, lehet felemelni a hangját. úgy nagyon sok jó gondolatot mondtál, még talán annyi, hogy amúgy akkor te se számítottál arra, hogy lesz háború. Én például ö, egészen fereben 23-áig Éjszakáig, vagy még le nem feküdtem, én azt gondoltam, hogy nem lesz. Tehát, sőt, igazából most már nyilván ilyen az hát én vállalom, mert ugye akkor is nagy volt a szám, hogy hogy én igazából kinevettem azokat, akik azt mondták, hogy még aznap előtte is, hogy háború lesz. Mert mondom, miért lenne? Tehát értelmesen mert 21. században annyi fajta technikai lehetőség is van, akár egy országot tönkretenni, most gondoltunk akár pénzügyi szempontból, annyi fajta lehetőség van. De nem kellene ez már tankok, gondoltam én. És, és nagyon fura volt, én akkor ügyeletes voltam, hírügyeletes voltam ugye reggel, és még otthonról ugye felébredtem, és ugye kávé, bekapcsoltam a tévét, internet, és akkor láttam, úristen, mi történt. És ami ugye az érdekes, hogy arra nem tudom, hogy még ezek a kedves hallgatók és meg például te is, hogy valószínűleg nem csak minket lephetett ez meg, de az Orbán kormányt is, hiszen ö, Orbán Viktor volt az egyik utolsó, aki meg tudott szólalni, és valamikor kora délelőtt, vagy nem is késő délelőtt jöttek ki az első évek, hogy egyetlen összehívott valami válságstábot, amikor mindenki más már valamit mondott. Igen, és néhány nappal előtte, ha jól emlékszem, néhány nappal előtte jött haza Itt Moszkvából, volt, igen, igen, igen. és akkor még azt mondta, hogy ő a béke követ, követe, és akkor hogy nem lesz háború. És tényleg én is azt gondoltam, majd, áh nem, hát majd biztos lesznek alkudozások, Aha. meg mindenféle nyomásgyakorlás, innen-onnan, amonnan, de, de ezt nem gondoltam volna. De még egy, egy hasonló élmény szeretnék elmesélni. 2001. szeptember 11 uh -huh. Három vagy négy napra uh, volt kollégáimmal, akkori kollégáimmal uh, elmentünk rakacára horgászni. Uh, és uh, olyankor nekünk megszűnt a világ. Kikapcsolt mindent. Uh, és hazafelé menet, bekapcsoltuk a rádiót, és ez jött belőle, hogy megtámadták Amerikát. Azt És akkor mondja, hogy, hogy összedől az, az egyik torony is. Ez volt az első. Ült a, a kollégám, aki vezetett, Laci, és azt mondta, hogy Úristen a lányom. Ki volt akkor Amerikában a lánya? Ez volt az első. És rögtön az, hogy elmentünk hozzánk, bekapcsoltuk a tévét, és, és döbben, csendben néztük, hogy mi történik. És nem akartuk elhinni, hasonló volt itt, hogy egyszerűen nem akartuk elhinni, hogy tényleg most ez történik, hogy tankok megindulnak és egy másik ország ellen, és ez nem. Afrika nem tudom milyen szegletén egy, egy hadúr, hadúr, által, hanem a világ egy vezető hatalma. Hmm. És utána persze rögtön jön az a, a félelem, hogy ha erre képes, akkor úristen mikor nyomja meg a gombot. Igen. Én a szeptember 11 és nagy élmény volt, ott nekünk mi eloktunk éppen a suliból, a középiskolába, és egy barátnőnknél voltunk, így összegyűltünk pár a barátok, és akkor ez csak ott is jött, a, a, a leányzónak a szülei bekapcsolták a tévét, vagy ment a tévés, ők is megtámadták az Egyesült Államokat. Azért, azért furcsa ez, mert ez is azt bizonyítja, hogy vannak olyan vezetők, akiknek tényleg számok vannak a, a fejében, vagy a, a hatalmi játszma van a fejében, és az embereket nem nézi. Én ezt megéltem annó a, a munkahelyemen, ahol dolgoztam. Mikor azt mondta a vezérigazgató, elképesztő nagy koponya volt, Kovács F. László, nem tudom, beszélt hét nyelven, egyszer azt láttam, hogy a két telefonban egyszerre beszélt, az egyből franciául, másokban németül, hogy, hogy értsük meg, hogy 25-30 éves távlatokban gondolkodik, és ő, ő nem tud foglalkozni a mostani emberekkel igazán, mert neki az a lényeg, hogy 25-30 év múlva is legyen gyár, mm. és hogy ez már neki nem is a pénzről szól, mert hát menedzserként Évi százmilliókat keresett akkor is, hanem ez, ez egy játék. És akkor mondta, hogy hogy figurákat lát, és, hogy, és mondta, hogy értem, de mi, mi vagyunk azok a sakkbábuk. Velünk játszik. Minket ütnek le. E, furcsa ez, ilyen gondolkodást megtapasztalni. Megtartjuk ezt a sakktábla hasonlatot, és egy érdekes, hogy ő, mi mennyit látunk belőle, tehát kilépett először, mert nem biztos, hogy az nyilván az a hibás, aki ült de nem biztos, hogy ő kényszerítette ütésre, vagy a saját ő maga döntése volt, hogy ütésre kényszerül. Igen, persze erről ugye előtte is folyt diskurzus, hogy, hogy szabad-e ennyire sziválni az orosz medve bajszát, hogy most akkor tényleg meddig fogja azt tűrni, hogy a határai mellett esetleg egy NATO ország lesz. De akkor is azt mondom, hogy az idáig nem lehet elmenni értem, hogy, hogy ez ők, Putyinnak elsősorban ez, ez derogálta és hogy veszélyesnek látta, de, de nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez, a, ez a megoldás. A mondó vagyok, hogy üzenjünk Brüsszelnek, Washingtonnak és Moszkvának, és találjuk ki, hogy hogyan lehetne béke. Most per pillanat úgy látszik, vagy azt lehet hallani, hogy két ajánlata van a nyugati világnak, vagy nem is két ajánlat van az orosz-ukrán háborúra, az egyik, a, és az a nyugati fegyverszállítmányok, most be lehet hallani azt is, ugye, hogy Biden elnök F-16-osokat és különböző még magasabb szintű technológiát ő, ő, ígért meg Kievben ugye Zelenszkinek. A másik pedig az a békeajánlat, ajánlat, amit Orbán Viktor képvisel Európában, ami gyakorlatilag arról szól, hogyha ő, ugye felhozott történelmi példákat, ugye Grúzia megtámadás, illetve a 2014-es krími háború kapcsán, hogyha elfogadjuk azt, hogy Putyin támad, és mondjuk elfoglal valamit, akkor idejekorán korán köstünk vele békét, és akkor 6-8 évig akkor nyugalom lesz. Nagyon remélem, hogy ö, nem ez a két ajánlat van, mert ez a két ajánlat közül egyik sem biztonságos, hát láthatjuk, hogy az egyik azért mondjuk azt feltételezi a harmadik világháború kitörését, a másik pedig tényleg ilyen pár éves béke feltételeket ad számunkra. Hogyan lehet egy olyan biztonságos békét kötni, ami, ami tényleg szabadtól, hogy például te hadgyermeked gyermeked is, meg mindenünk gyermeke is, biztonságban felnőjön? Én abból nem hiszek, hogy, hogy ezt Putyinnal meg lehet már csinálni, tehát hogy velem lehet békét kötni. Én azt gondolom, hogy már túlment azon a határon, hogy vele értelmes béke, megállapodást lehessen kötni. Hm. Itt az a kérdés, hogy az orosz emberek, az orosz társadalom, hogy éli ezt meg. Ezt én nem tudom. Ezt nem tudom. Látok persze én is hírozásokat, csak az a helyzet, hogy már annyi a fals hír, ehhez tényleg ott kellene lenni, és, és meg az utc emberét végigkérdezni, hogy ők ezt hogy látják, hogy, hogy ők is úgy látják, hogy, hogy igen, egyébként ők veszélyben voltak a NATO által, és hogy ez tűrhetetlen, hogy mit gondolnak az ukrán emberekről. szerintem nagyon sok kérdés vett fel, de azt gondolom, hogy vele, vele nem lehet. A másik, hogy ez tényleg veszélyes, hogyha ha úgy kötnek béke megállapodás, hogy hát jó, megtámadott egy másik országot, akkor elcsatolt tőle részeket, és akkor majd ez egy részét majd lehet visszaadja, más része marad, de akkor ez üzenet azoknak, akik esetleg még vannak néhányan ilyen őrültek, mint Putyin, hogy hát akkor ezt meg lehet csinálni nyugodtan máshol is. Tehát ezt szerintem semmiképpen nem szabad hagyni. Itt most is nagy hatalmaknak kell leülni. É, és, és abban igazat adok, és tudom, hogy ez e, ilyen veszélyes terep egy ellenzéki politikus számára, hogy igazat ad mondjuk Orbán Viktornak. Abban igen, hogy ez nem csak a Ukrajna és Oroszország háborúja. Itt a nagyhatalmaknak kell leülni, az Uniónak, Kínának, mindenkinek is elhatározni azt, hogy, hogy Versengés van a, a, a mezőgazdaságban, az iparban, a gazdaságban, folyamatos versengés van egymással, ez bizonyos szempontból még egészséges is lehet, de háborúzni nem lehet. És akkor ők szerintem egy, egy ilyen nagy csúcs béke megállapodást kellene kötni, hogy soha nem nyúlnak ehhez az eszközhöz. A háború eszközéhez. Mert nem csak hogyan lehetne megoldani, csak ő. Most eszembe jutott tényleg az is, hogy a háború eszközéhez hogyan nyúlunk, mert strábra se védve az orosz agressziót, mert mindenfajta agressziót elítélek. Csak pont így a szeptember 11-e kapcsán, hogy hogyha már szóba hoztad, én emlékszem rá, hogy ö, amikor például az iraki háború megkezdődött, én akkor nekem volt egy ilyen szépen, egy szép piros-féra alapú ö, pólom, és abban járkáltam, ez a no War, és akkor No More for, Blood for De ö, a háborúk mindig zajlottak, csak most lehet, hogy azért vagyunk ennyire hisztérikus állapotban, mert itt van mellettünk. Nem ez is benne van, hogy itt van mellettünk. Tehát, hogy nagyon közel van, ö, lehet, hogy addig még nagyon távolú országokban zajlik, addig ö, kicsit megengedőbbek, én nem. Én azt sem tartottam jónak, abszolút. A, amikor, amikor Amerika ö, lépett ilyen terepre, ö, akkor is azt gondoltam, hogy minden segítséget meg kell ahhoz adni, hogy a társadalom megerősödjön, ellenálló váljon. Irakkal szemben is lehetett volna olyan gazdasági embargókat, és bele lehetett volna szorítani, kényszeríteni abba, hogy aztán fegyver, fegyveres csörte háború nélkül meg lehessen ezt úszni. Tudjuk jól, hogy nem elsősorban ez volt ott a, a lényeg, hogy most akkor Irakot kiszerítsák, hanem, hanem láttuk, hogy a, az olajkutakra is azért szemet vetettek. Közön zárai tényleg ezt a részét, hogy amerikai fegyverekkel voltak és előtte, meg arra használták Irakot, hogy Irán ellen háborúzzon. Beszélte az orosz társadalomról, most nem mszp is, politikus válasz, hogy kérlek, hanem rátérnék a magyar társadalomra, hogy szerinted akár a baráti körödben, akár jársz Budapesten jársz vidéken, hogy állnak a magyarok a háborúhoz? Tehát bennünk már megvan az a félelem, hogy ja isten tényleg elpusztulhatunk, most drámai volt, vagy pedig még mindig úgy látjuk, hogy ez egy távoli ország lokalizált háborúja valahol nagyon messze keleten szerintem ugyanúgy ketté van szakadva ebben az ország, és az én baráti köröm is, mint, mint sok minden másban. Vannak, akik azt vallják, hogy, hogy, nem lett volna szabad az oroszok bajszát cibálni, és, és jogos a, 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 felháborodásuk, de a háborúig nem kellett volna elmenni, és vannak, akik a másik, nem szabad agressziót egyet ország ellen sem végrehajtani, nem szabad háborút folytatni. De ugyanez a kettőségi jellemzi. És ugyanúgy van, aki nagyon fél attól, hogy ez közel van hozzánk, és bármikor eszkalálódhat. Habár ha már most csökkent azoknak a száma, akikkel beszélgettek, akik úgy gondolják, hogy a, a hagyományosan mostani eszközökkel vívott háború jöhet át hozzánk, de inkább az atomtól félnek. Mm. Inkább, hogy az az, 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 az azne, hogy megtörténjen. Egyre több az az ember, aki lát, lát erre esélyt. Ez, ez megdöbbentő. Hát igen, erről is szólnak a hírek. Kicsit furcsa lesz mondjuk az atomháború fenyegetettségétől visszamenni a magyar parlamentbe, és nem tudom, talán a jelentősége is csökken így a hazai törvényhozásnak, de hát azért csak itt élünk Magyarországon, és reméljük abba, hogy akár már mondjuk, ha holnap véget a háborúnak, akkor újra fontosak lesznek a, a parlamenti csörték. Bevallom neked, hogy most egy kicsit kritikával fogok élni feléd, és ezért elnézést kérek, de a NER alatt azért volt egy csomó olyan ellenzéki figura, parlamenti képviselő, aki már előzetesen tudtuk, hogy, hogy ha bekerül a parlamentbe, akkor, vagy már miután bekerült, akkor ott jó lesz, például nagyot fog alkotni, és emlékezeteseket, mondjuk például Salai Robert Benedek, ő, Schiffer András, Fona Gábor, az elején ilyen volt még Jakab Péter is, vagy éppen említettem Demeter Mártát, akinek voltak emlékezetes dolgok, és most nem a botrányokat mondom, hanem ugye tudtuk azt, hogy ha ő felszólal, vagy olyan akciói lesznek, vagy olyan ő figura lesz, akkor ő egy eredeti ember, eredeti aktor. Én ő képviselőtől is és kicsit többet vártam, amikor ugye, azt, ugye beviszi a, a, tehát a vasököl, megjelenik valahogy a parlamentbe, és az a baj, hogy akkor ez a kritikám, hogy ő, hogy olyan úgy tűnik, hogy ez nem, nem, valósult meg, és akkor olyan a, olyan a működésed, mint mondjuk egy átlagos képviselőnek, egy a 199 közül, és mint hogyha elveszne ez a fajta üzenet, amit én mondjuk előzetesen vártam, és amit például akár egy menet vezetésével, szervezésével ugye mutattál, akár még előtte, akár sajtótájékoztató egyéb megnyilvánulásokon, vagy mondjuk a piros pólódat is, mondjuk nagyon rosszul, nagyon hiányzik, de mondjuk a piros pólódat lecserélted egy zakóra. Nem. És ez, ez, igazából nem annyira tetszik, vagy nem, nem ezt vártam. Nem, 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 teljesen cseréltem le, tehát a, azok az esetekben, Jó, amikor... Pólódott. igen, arra igen minden minden nem, nem, ne is, nem, is, nem, is, igazán ott az elsősorban a, a színe hanem ami rajta van a munkát, kenyeret és a, a, kalapácsos ember. tehát, hogy nem, nem teljesen cseréltem le, értelemszerűen, amikor, amikor dolgozó emberekkel kapcsolatos akció van, utcai megmozdulás, akkor természetesen most is ott abban vagyok. Viszont azért én a parlamentre mégiscsak úgy gondolok, hogy az egy, az egy tekintélyes hely, és annak vala, azért meg, meg kell adni a, a, a tiszteletet. Tudom, hogy ez is Az én, lehet, hogy az én idealista hozzáállásom, és én arra gondoltam, reménykedtem, hogy esetleg uh, lehet normális vitákat uh, folytatni. Néha megcsillant a remény. Volt olyan, amikor uh, éjszaka vitatkoztunk, amikor uh, bent maradtunk uh, nagyon sokáig, és a hajnali kitoltuk a, a, a vitát, és akkor ugye 15 perces felszólalások voltak, és nagyon szabadon lehetett beszélni. És uh, azt megélni, hogy Rétvári Bencinek elcsuklik a hangja. Mert hogy ugye családomról beszéltem. Mm. Arról, hogy mi hogyan lettünk gyerekes család, és hogy mit éltünk meg. És hogy miért fontos az állami szerepvállalás. Mert ugye pont ez a szociális törvény volt, amikor kimondták, hogy mindenki magáért felelős, és az állam majd csak valamikor a végén. És amikor azzal kezdte beszélni, hogy elnézést, de most ezt ő megérintette, és hogy hát, sajnálja, hogy ez így történt. Vagy a, 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 a nacsalőrinc, amikor ö, belementek abba, hogy mi vallásellenesek vagyunk, ö, és akkor én mondtam, hogy kikérem magamnak elnézést. Én a 9. egrikúziót végeztem, ö, aki nem tudja, kedves hallgató közül, a katolikus egyházon belül az egy ilyen reform ö, kör, ö, és ö, én valamikor a 2000-es évek elején ö, részt vettem egy ilyen háromnapos beszélgetésen, aminek jelentős része ilyen önismeret volt, de én akkor, akkor találtam rá a hitre. És akkor ők tudták, hogy mi ez. És egymásra néztek Rétvári Bence meg Nacsa Lőrinc, és így néztek, és úgy felszaladt a szemöldökük, hogy, hogy micsoda, hogy itt áll velünk szembe ez a komcsi, és akkor, hogy ő, ő, ő hit, hit hittel él, és mondtam, hogy, hogy Böjti Tamás, 72 éves jezsuita szerzetesnél volt a hetes lelki gyakorlaton, hogy kint voltunk Ferenc pápánál, és megáldotta a munkát kenyeret zászlót, amivel az éjségmeneten mentünk. És azt a döbbenetet, és mondtam, hogy na, látják, de erről beszélek, hogy ha, ha, onnan nézi, és onnan kiabál Nacsa Lőrinc nekem a, parlamentben, már nem egyszer volt, hogy föl rabjai a földnek, meg, meg ilyeneket, is, meg mondjad komcsi, Onnan lehet, hogy így látszok. Ha egy kicsit közelebb tudnánk kerülni egymáshoz, és elkezdenénk normális párbeszédet folytatni, akkor lehet, hogy másképp látnánk egy kicsit a világot, vagy megértenénk -e egy kicsit jobban a másikat, hogy mi motiválja. De az eredeti kérdésedre visszatérve, hogy azt láttam, és még most ebben az állapotban vagyok, hogy azt sem ért, célt, azok a fajta akciózások, amit például Jakab Peti csinált, vagy emlékszik még valaki Szél Bernadettre? Hát ha valaki, akkor ő is állandó mozgásban volt, mindig, mindig ment, mindig voltak látványos megszólalásai, és nem nyert, és kiesett a parlamentből, és most már senki nem beszél róla, hogy, hogy, hogy ez sem működik. és Tudom, hogy annak akkor ott volt a Suzuki-nál például uh, célja, és, és el is értünk egy, egy cél nem, a, nem azt, amit na, végül szerettünk volna, de azért uh, volt uh, siker benne. Az, hogy, hogy belekényszerítettük a, azt a céget abba, hogy igenis uh, fizesse ki a kirúgott dolgozót, hogy, hogy legyen párbeszéd a szakszervezet között, hogy azóta sem ismeri a szakszervezetet, de... Lecserélték azt a HR igazgatót, aki miatt ez az egész botrány volt, mert, mert kötötte az ebet a karóz, és aki azóta van, az egy sokkal munkásabb, barátabb ember. Tehát, hogy én most még nagyon, nagyon nagy dilemmában vagyok, hogy mit is kellene csinálni. Azt tudom, hogy minden egyes alkalommal elmondom, hogy kiket képviselek. Mindig elmondom, most a legutóbbi felszólalásnál is, hogy ha gyári, dolgozókról van szó, ha iparról van szó, akkor engem hallgassanak meg. Azzal kezdtem a beszédemet legutóbb is, hogy én tudom nagyjából most már, hogy ki milyen területtel foglalkozik. Ki miben jó, oktatáspolitika, honvédelem, és én ezt tisztelem, hogy ő abban jó és csinálja. De ha iparról és munkásokról van szó, akkor engem kérdezek, és hallgassanak meg. Most, hogy vele csak hogy ö, ö, legyenek kis provokáció, Még inkább. Uh -huh. És a gyári dolgozók tudják, hogy te képviseled őket? Vannak, akik igen, de nagyon, na, az még nagyon kevés. Ebben kell még sokat dolgozni, hogy a szakszervezetekkel együtt minél több dolgozóhoz eljussunk. Elkövettem egy hibát az elején, amikor azt gondoltam, hogy elég a konfederációs csúcsgórékkal, a szakszervezetnél uh -huh. jó kapcsolatot ápolni. Fontos. De ne, ne, ott azon keresztül nem lehet eljutni a dolgozókhoz. Oda kell menni egy gyárkabuba, oda, oda kell menni a, a, a melós kocsmákba. Közvetlenül kell velük találkozni, megtalálni azokat a csatornákat, amiken keresztül el lehet hozzájuk jutni. Ahol ez sikerült, ott igenis van bázisunk. Több ilyen kampányunk volt, most is tervezünk egy ilyet. Konkrétan gyárkapukhoz fogunk menni, és, és felhívjuk a figyelmüket a, a, a lósoknak, hogy hogy milyen jogaik vannak. Mert ezt több tévéműsorban elmondtam neki, hogy ott ül a tévéképernyő másik oldalán a jogfosztott munkavállaló, aki nem tudja magáról, hogy ő jogfosztott. És annyi, de annyiféle módon tudják szivatni a, a, a dolgozókat, hogy ez valami nem is, És ezt nem tudják, te sem tudod, nagyon sokan nem tudják, és szerintem e, nekem ez a, ez a küldetésem, hogy ezt csokorba szedjem, és elmondjam, és küzdjek ez ellen, és amikor oda kerülök, hogy, hogy egyszer valamilyen döntéshozói körben, ahol nekem van befolyásomra, akkor ezen változtassak. Mert egyszerűen én soha nem fogok tudni kibújni a bőrömben, Én ugyanaz a gyári munkás vagyok lélekben, ugyanúgy éjszaka álmodok a munkahelyemmel, a kollégáimmal, megélem azokat a helyzeteket, amit ott megéltünk, és, és tudom, hogy mit akar a, a dolgozó ember, biztonságot. Egyébként még egy pillanatra a Szél Bernadettre, meg a hagyatékára. Az biztos, hogy volt egy kiállás, ami nem annyira... Hiányzik esetleg a közéletből. Viszont az a fajta szakmai politika, amit viszont képviselt és vitt, most talán független attól is, hogy mennyire volt igaza, vagy mennyire látta teljesen a dolgokat, de egy szakmai szinten vita a, a politikát, az ellenzéki politikát, az például szerintem már hiányzik. Tehát az a jelenlegi ellenzéki oldalon nincs meg. Akár a felszólalásokban, akár a, a, az ügyek vitelében vagy az ügyek képviseletében ez például eltűnt. Ez is lehet egy kritika, most már talán a, a negyedik, két, során, De erre nem kell reagálnod ha akarsz, vagy nem akarsz, viszont az, az sokkal jobban izgatna, hogy hogy látod, hogy ezekben a, a melós kocsmákban, vagy a, ha oda menne egy átlag ellenzéki képviselő a maga világlátásával, a gyárkapóhoz, nem kergetnék el őket, a munkások? És azt mondanák, hogy te mit akarsz itt, mert amúgy nekünk most effektíve jó, vagy van, vagy legalább van? Vagy eddig igen. sem mentél oda hozzám, és akkor most mit akarsz tőlem, mert szavazat kellene nekem? Nem Ön... tudom, ez, nálam ez nem fordult elő, már lehet, hogy azért sem, mert már nem, nem csak akkor megyek oda. Képviselő, igen. Igen, meg nem csak akkor megyek oda, amikor éppen kampány van, hanem hanem közben is, bármikor az év legkülönböző napjain. Az, hogy, hogy most kinek jobb, meg kinek nem jobb. Pontosan azt kell elmagyarázni a dolgozóknak, hogy, hogy önkizsákmányolásban élnek. Uh -huh. És ennek, ennek nincsenek sokszor tudatában hogy nem kell, hogy úgy legyen. Amikor azt mondja Orván Viktor annak ide a rabszolgatörvény ellenes tüntetéseknél, hogy de hát a magyar szeret dolgozni, és hogy ne akarjuk már megfosztani őket a túlórától. És nagyon sok melós úgy gondolja, hogy igen, ő akar túlórázni. De azt kell neki elmagyarázni, nem túlórából kell megélni. A fizetésből kell megélni, amit a, a, a 8 órában vagy 12, attól függ, milyen munkabeosztásban van, de abból kell megélni, mert a szabadidőd az a tiéd, meg a családodé. És én azt mondom, hogy ha valaki azt a szabadidőt, azt meg akarja tőled venni, mert el ne vehesse, akkor azért nagyon keményen fizessen. És ebben is rengeteg feladatunk van, mert ezt, ezt valljuk be őszintén, nem így élik meg a, a melósok. Ha nem úgy, hogy igen, milyen jó, hogy lehet túlórázni, mert akkor többet viszek haza, csak az a baj, hogy utána, meg majd 50 évesen rádöbben arra, hogy, hogy elkoptatta magát. Iszonyatosan rádöbben 50 évesen, úristen, alig voltam a gyerekemmel, a feleségemmel nem jártam el kirándulni, és sok-sok minden, amit veszített. És itt lehet lefordítani a, a politika nyelvét tök egyszerű érthető mondatokra. hogy, hogy mit veszít? Mert ezt érti. Ilyen nagy körmondatokban elmondjuk, hogy hogy a, a GDP, meg a gazdaság, meg a, meg a nem, nem is sorolom ezeket a szakpolitikai lózungokat, azt nem érti. De ezt igen. Hogy mit veszítesz? Viszont ö, ezt még nem hagyjuk az ellenzéki képviselőktől. Tehát olyan fura, hogy... Mi látjuk, akár újságíróként is, vagy egy kicsit, hogyha valaki kilép ebből a buborékból, ö, olyan tényleg úgy tűnik, hogy ö, bármilyen megalázó is lehet ez a felállás, hogy ö, az ellenzéki politika, az ellenzéki véleményvezérek, akár újságíróként is, vagy megmondó emberek is arra reagálnak, amit Orbán Viktor mond. Tehát Orbán Viktor kitalál, vagy az Orbán kormányzat kommunikációs stratégiai kitalálnak egy kommunikációs teret, teszem azt például, ez nagyon jó példa az LMBTQ által, vagy köré generált ilyen álvita, de ugyanúgy reagálunk folyamatosan a brüsszelezésre, meg erre, meg arra. De a valós üzenetet, mint például az, hogy a, a elmondani a munkás embernek, aki ben van a gyárban, hogy amúgy te vesztettél, vagy veszítesz, ha továbbra is így folytatódik, és nem csak az éveket, hanem ugye sokkal több jogod lehetne egy szerencsésebb országban, akkor ő, erről meg nem beszélünk, vagy nem beszélnek. És mindig csak reagálnak az ellenzékiek, a üzenetekkel, meg nem, nem jutunk el a, a, akár ezekbe a, a kocsmákba. Én azért, azért is akartam társelnök lenni, hogy ebbe az irányba fordítsam a pártot, hogy, hogy ez, ez legyen a fajsúlyos, hogy mi, mi beszéljünk arról, amihez mi értünk, ami a mi világunk, mm. és, és szakadjunk ki az ilyen álvitákból. És egyébként most elárulom, hogy láttunk egy elemzést, egy érték térképet Magyarországon. És abból az jött le, hogy a az Orbáni szavazók, jobboldali emberek többsége gazdasági szempontból baloldali gondolkodnak. Mm. És viszont érték szempontjából meg nagyon konzervatívak. Még a baloldalon is, is sokkal konzervatívak, az teszem, hogy én is. Ezért én azt gondolom, hogy nekünk semmi keresni valunk ilyen értékvitákban, nem ezzel van dolgunk. Ezt én, én őszintén szóval ezt hogy a liberálisoknak. Vitatkozzanak erről, meg arról, hogy, hogy mi lesz a dolgozó emberekkel is. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert sokszor azt gondolják, hogy mert én csak a gyári munkásokról beszélek, nem. A saját munkájukból élő vállalkozók is benne vannak ebben. Tehát ugyanúgy a kőműves, a villanyszerelő, mindenki, aki a munkájából él. És ugyanúgy a tanár is például. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nekünk ebben van dolgunk. Viszont minden alkalommal meg kell küzdenem amikor nem ilyen lazább beszélgetés van. Bemegyek egy tévéstudióba, ahol van jó esetben 10 perc, hogy, hogy próbálnak belekényszeríteni abba, hogy erről beszéljünk, hogy Orbánra reagáljunk. Én rendre kicsúszok belőle, is, és rögtön arra fordítom a, a dolgot, hogy de de nem, arról beszéljünk, ami a lényeg. Most néhány napja voltam a, az ATV startban, és végén megkérdezte a, a műsorvezető, hogy hogy és akkor most a, a szocialista pártból elment Nyakó István, Újhely István után, és akkor mi erről a véleménye? És megkérdeztem, hogy és ettől olcsóbb lett a kenyér? És így lefagyott a Tamás, uh, Gajdos Tamás, hát. és akkor hogy, hogy? Mondom, nekem édesapám mindig azt mondta annak idején, hogy, amikor tök érdektelen dolog jött vele szembe hogy és ettől olcsóbb lett a kenyér? És akkor hát nem, nem nekünk ezzel kell foglalkozni, hogy hogyan tudjuk olcsóbbá tenni a kenyeret. És, és ezt, ha elmennék a hírtévébe, elmennék a királyi tévébe, hozzáteszem, engem nem hívnak. Nem tudom miért, én elmennék egyébként. Mm. És ott ugyanezt csinálnám, hogy beszéljünk hogy már róla, ami a lényeg, ami valóban érdekli az embereket. Most őszintén ott ül a tévéképernyő mögött bárki, és azzal foglalkozik, hogy a bármelyik párból melyik politikus ment el. Ez az újságírókat érdekli. Igen, ebben, ebben igazad és ezt tudom, ezért mm. uh, újságíró társam nevében is sok elnézést kérek. Nézve Európának a változását, illetve a európai politikát is, benne ugye a magyar politikát is, hogy látod, hogy akár az életünkben még vala le fog csapni ez a vasököl? Vagy oda fog csapni egyszer valahova vala a köl, Itt Európában? Vagy ez az idők már eltelt, elmúltak? Nem. Most Európában is van egy olyan tendencia, és nagyon meglepő, hogy még jobboldali európai vezetők is belátják azt egyre inkább, hogy foglalkozni kell. A, a munkavállalók jogaival, a, a munkakörnyezetükkel, a munkavédelemmel, és egy, egyre több ilyen hang van, és egyre jobban erősödik, mert, mert látják, hogy nem jó irányba megy a dolog. Már csak azért sem, mert nézzük meg, egész Európa előrekszik. Ha még azt a luxust is megengedi magának Európa, hogy nem törődik a munkavállalók egészségével, munkakörnyezetével, hogy hogy stresszmentesebb legyen, akkor még az a munkavállalói réteg is elkopik, és még azt, azt a kort sem éri meg minőségi életben, amikor még aktív lehetne, és még tudna dolgozni. Ezért, ezt mondom, jobb oldali európai politikusok is felismerték. Néhány napja voltam kint Brüsszelben, európai szocialistákkal találkoztam, és találkoztam az egyik példaképemmel, uh, Stefan Löfennel, aki Svédország miniszterelnöke volt, uh, hegesztő a szakmája, szakszervezeti vezető volt, aztán a svéd szocialista párt elnöke, és hát nagyon nagy öröm volt, és ő is úgy fogadott, hogy hát, hogy hasonló életutat jártunk be, ráadásul ugye ő árva gyerekként nőtt fel nevelőszülőknél, és ugye mi meg nevelőszülőként neveltük a húgom árván maradt négy gyermekét, úgyhogy még, még itt is van kapcsolódási pont, és nagyon jól beszélgettünk, és ő is azt mondta, meg a többi európai vezető is, akivel ott sikerült találkoznom, hogy, hogy egyre többen felismerik azt, hogy hogy több kötelező, érvényű európai direktívát kell határozatot hozni, ami védi a munkavállalókat, ami kötelezi a tagországokat arra, hogy, hogy legyen európai minimálbér. Majd persze ebben a számításban olyan viták vannak, de, de én, én ezt tartom jó iránynak. Mondjuk erre azt is tudom mondani, hogy az Európai Szocialista Pártnak az alelnöke például lelkesen védte a katari munkavállalókat is, és a katari munkajogokat is, aztán mondjuk most börtönben van. Hát én azt mondom, hogy ha, ha korumpálódott, akkor menjen is börtönbe. Tehát ez most teljesen mindegy, hogy szocialista, nem szocialista. É, é, ebben, ebben én azért nem tudok minimálisan sem tolerás lenni, mert azt mondom, hogy azt a pénzt ő, a, a dolgozó emberektől veszi el, mert a korrupciós pénz azért az mindig azt mennyire megtermeli valaki. Vissza, vagy mennyire is így az Európai Parlament? Hát mennyire hiteles a, a magyar parlament, meg a, a magyar politikai élet, Orbán Viktor és környéke. Látjuk a ügyet, és hogy, hogy Varga Judit ugyanúgy ott van a helyén. Tehát pontosan annyi, amennyire megengedi a, a társadalom, a közélet. Láthatóan itt nem mennek az utcára az emberek azért, hogy azt mondják, hogy takarítsák el a korrupt politikusokat, pedig kellene. Azért vezettem fel ezt az európai társadalmi változással, ezt a blokkot, mert rátérünk az akkumulátorgyártásra. Hiszen most úgy tűnik a tervek szerint ez egy új európai üzletág, új európai ipar lesz, ipari ágazat lesz. Ugye 300 gyár lesz Európában, annyi, 300 gyár van már a Csőben, épül Magyarországon, épül Skandináviában, épülnek Németországban. És hát mondjuk akár az is lehetne, hogy nem tudom, Komját Imre lesz a, akkumulátorgyár a dolgozóinak az új vezetője, szakszervezeti vezetője, például ez egy jó, jó ö, küldetés lehetne. Én már, hogyha párpolitikus lehet szakszervezeti vezető, ahhoz először meg kellene szűnni pár, párpolitikusnak, pár de még akár ez is eljöhet ez az idő, nem lehet tudni, hogy merre vezet az út. Lehet, hogy több mint el lehet érni, mint ahogy előbb tehát hogy az a parlamentben azért egyelőre. Kell, lehet, hát most ugye megkérdezték tőlem, hogy 54 éves fejjel mérültem be az egyetemi parokba, a Miskolc Egyetem állami jogtudományi korára járok, személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatást tanulni, és akkor megkérdezték, hogy miért, és mondtam, hogy nézd, ha, ha oda kerül a sor, hogy lesz kormányváltás, akkor én valamilyen döntéshozói szerepben szeretnék lenni, és nekem kell az, hogy megtámaszsam magam szakpolitikai tudással. Ha meg kiesek a parlamentből, akkor meg lehet, hogy pontosan szakszervezetet fogok alapítani, és, és azzal fogok foglalkozni, De nem tudok kibújni a bőrömből, biztos, hogy akkor is a munkavilágával fogok foglalkozni. De az akkumulátorgyárakra visszatérve, jó helyen kap is gáz mert még mielőtt az akkumulátorgyárak kérdése felvetődött volna, én már akkor is szívügyemnek tekintettem azt, hogy kezdjük a legalapvetőbb lépéssel, mert az elefántot apránként kell megenni, hát, így könnyebben emészthető Orbánéknak, hogy először csak a stratégiai partnerek tekintetében adjanak garanciákat a munkavállalók dolgaival kapcsolatban, csak hogy értsék a hallgatók, 93 stratégiai partnere van ma a magyar kormánynak, kötnek egy ilyen partnerségi szerződést, nagyjából a, amire garanciát vállal egy ilyen cég, az az, hogy a helyi kultúrát, meg a sportot támogatja. De irgalmatlan mennyiségű adófizetői forintot kapnak támogatásként. És hogy csak ismert céget mondjak a, a hallgatóknak, ugye Coca-Cola, Jabil, Tungsram, és amikor egy stratégiai partnernél nincs megkövetelve egy olyan alapvető dolog, hogyha egyszer kaptál egy rohedli pénzt adófizetői forintból, akkor ne az legyen az első, hogy kirúgod az adófizetőket tömegével. És itt a, vagy a másik, a Tungsramnál van kollektív szerződés. Bajba jut a cég, mi az első? Nem a cégvezetők fizetését csökkenti, hanem azt mondja, hogy a kollektív szerződésből csak azt a részt mondom fel, ami a végkielégítés és hogy értsék a hallgatók, azt, attól az embertől vesznek el, akit utcára tesznek. Olcsóbbá teszi magának a cég a kirúgást. Igen. És akkor én ilyen vagyok annak is már, nem tudom, hányedig határozati javaslatot adjuk be, is, és elmondom a parlamentben, hogy ha egyszer ennyi pénzzel támogatja a kormány ezt a céget, akkor legyen garancia, stratégiai partnerségi szerződésben legyen benne, hogy nem lehet megézni a kollektív szerződés részét is, és, és soroljuk, hogy mi mindent kellene. Hogy a minimum átlátható legyen. Vagy munkavédelem. Az, hogy rendszeresek legyenek a munkavédelmi ellenőrzések. Nem úgy, mint a Gyuri Samsungnál, hogy, hogy nem lehet tudni, mert adatot sem adnak ki róla, és ugye akkumulátorgyár. jár. Megkérdeztük Balkovics minisztert, mikor még miniszter volt, innovációs és technológiai miniszter, hogy az elmúlt három évben csak a stratégiai partnereknél hány munkavédelmi ellenőrzés volt? Hát, e, Soros, Gyurcsány, idő válasz, és a legvégén azért ott volt a lényeg, hogy írtak számokat, ami azt jelenti, hogy évente átlagosan per stratégiai partner 0,98. Tehát egy sem. Na, és akkor azt mondjuk, hogy legyen garancia évente, legyen kettő, három, vagy ebben egyezünk meg. De legyen már biztonságban a, a dolgozó. És akkor e, csodálkoznak, hogy az akkumulátorgyárak tekintetében ekkora felháborodás van? Hát persze, mikor átláthatatlan az is, ami jelenleg van. Azt látják, hogy úgy garázdálkodnak ezek a cégek, a, ahogy akarnak a munkavilágában, hogy, hogy áthathatnak e, alapjogokat, mint az, hogy, hogy a Suzuki nem engedi, hogy szakszervezet legyen. Például e, azt nem tudják sokan, hogy 2005-ben élt egy olyan törvény, Hogyha nincsenek rendezett munkaügyi kapcsolatok egy cégnél, bizonyíthatóan megszegi a munkajogi szabályokat, akkor öt évig semmilyen állami támogatást nem kaphat, semmilyen pályázaton nem vehet részt. Ezt miért nem lehet megcsinálni? De erre azt mondom, hogy az a akkumulátoripar az egy Európai Uniós projekt lesz, Európai Uniós szabályozás, ami nyilván még mindig készül, de mert ugye ez egy új, egy most alakuló iparág. Most jönnek a gyárak létre, most kell hozzá a munkás osztály kitanítása, meg nyilván a mérnökök, meg a, meg a felsővezetők. Tehát most alakul ki uniós szinten egy szabályozása ennek? Nagyon Te helyes. Visszatérünk oda, amit előtte mondtam, hogy legyenek olyan európai De akkor lehet, hogy direktívák. Is, tehát akkor Európai Unió kikényszeríti a tagállami szinten is, mert a tagállamoktól is, a hatósági szinten, meg a gyáraktól is, hogy ezeket a szabályokat tartsák be. Hát úgy néz ki, hogy akkor ez lesz a járható út, mert a tagállami szinten, például Magyarország ebben nem akar partner lenni, nem akarja ezt megvalósítani, akkor az Unió részéről legyen kikényszerítve. ahhoz, hogy hogy és ez nem csak az akkumulátorgyárak, ugye, mert ezen az alapon akkor bármilyen más gyár, gumigyár, ami veszélyes technológiával dolgozik, olyan vegyipari cég, akkor, akkor semmit nem lehetne létesíteni. Vannak, vannak, alapvetések. Például az, hogy mondjuk 25 koronás, aranykoronás arany földön nem akkumulátorgyárat építünk, hanem búzát vettünk bele, jó zsíros magyar földből legyen jó magyar kenyér. Tehát ez, ez, az, ez alap. De, hogy úgy lehessen csak bármilyen akkumulátorgyárat, vegyárat, gumigyárat, bármit létesíteni, hogy garanciák vannak környezetvédelmi szempontjából, a lakókörnyezet szempontjából, és munkavédelmi szempontból is. De hogy mennyire rendszerben kell gondolkodni, amikor azt mondjuk például, hogy legyen a zsíros magyar földeken jó búza, például azt is tudjuk, hogy milyen rendszerben látjuk, az Európai Unió olyan, ő, amit elfogadott az Orbán kormány, és olyan megállapodás között Ukrajnával, ami tönkreteszi a magyar mezőgazdaságot, az olcsó ukrán gabonával. Tehát amit beszállítanak ide, az most éppen le fogja nullázni a magyar gazdaságot, és nyilván ebből a szempontból sajnos, és tényleg ezt most a háromszor alá húzva és három fél kiáltó lehet, hogy többet ér az a magyar földi így, hogy rátesztek egy akkunát a gyárat, mint a búzát termelnénk, mert azból meg tönkre menne a gazdálkodó. Ez, szokom, ez, ez, a, ez a, rossz globális piac, nekem nem tetszik, én nekem se tetszik, de, 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 ebben élünk. De, de, akkor most megint azt mondom, hogy, hogy ki van kormányon, két harmaddal, Orbán Viktor tehetne ellene, ilyenkor legyen ne, nagy ne, szája, ne. ilyenkor legyen ne. nagy szája az Európai de Unióban. De Miért nem ezt halljuk tőle? hogy védjük meg a magyar ö, földet, a magyar búzát. Ö, szoktam, hogy ilyen nemzeti színű szalaggal átkötött téglával veri a mellét, hogy ő mennyire magyar, és közül mit látjuk? Kiszolgáltatja a magyar munkavállalót a multinacionális cégeknek, ö, éppen tönkreteszik a magyar mezőgazdaságot, mondjuk az ukrán búzával, és hosszan sorolhatnánk azokat a dolgokat, ami pontosan az ellenkezője, hogy nem nemzeti és nem családbarát. Hogyha megkapná az Uniótól ezeket a szabályozási pipákat, az tehát hogy a vizsgálnák a, ezeket a cégeket, hogy a munkajogi szempontok alapján is biztonságban lennének a munkavállalók, akkor, akkor épülhetne Magyarországon ez a nagy hatalom? Uh, az a gond, hogy mivel elmulasztották azt, hogy, hogy megnyugtassák a magyar embereket, hogy, hogy biztonságban lehetnek, ezért most már sokkal nehezebb lesz. Tehát onnantól kezdve, hogy zsigeri félelem van az emberekben most már az akkumulátorgyárakkal, nagyon-nagyon nehéz dolga lesz. Persze meg fogják csinálni, lenyom, le fogják nyomni az emberek torkán, De pontosan most az a fajta politika megy szembe Orbánnal, amit eddig ő használt, hogy van ez a bizonyos maszlópiramis, hogy a, a, ami az alapvető emberi szükségletek vannak felsorolva. És a van, hogy a biztonság és Orbán mindig azt csinálta, hogy, hogy elkezdett olyan üzeneteket küldeni az embereknek, hogy nem vagy biztonságban, de én megvédelek. Féljél ettől, féljél a migránsoktól, fél a melegektől, féljél ettől, ettől, hosszan soron ki mindenkitől kell félni, a tanároktól is kell félni, de én megvédelek. Na most erre nagyon kíváncsi leszek, hogy amikor zsigeri félelem van az emberekben az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, akkor most hogy fogja azt mondani, hogy megvédelek? Mert ez már édeskevés, kevés, hogy, hogy de hát megfelel mindenféle uniós és minden előírásnak. Egyébként igen, lehetne akkumulátorgyárat és gumigyárat is, bármit építeni, hogyha előtte elvégzik a feladatot. És most már be kell tenni azt, még akkor is, hogyha a tudom, hogy jelenlegi helyzetben esetleg ez ellehetetlen maga a gyár építését, hogy helyiek megkérdezése nélkül ne lehessen. De én biztos vagyok benne, hogyha a helyieket megkérdezi, az előkészítő munkát elvégzik, elmondják konkrétan, hogy itt ennyi embernek lesz munkája, és magyar embernek lesz munkája, és majd elmondom, hogy ez miért fontos ha ezt hangsúlyozni. Ilyen előírások vannak. Elmondják azt, hogy hogy annál a gyárnál, ahol én dolgoztam 33 évig, vegyipari gyár, mondjuk van körbe a gyár körül 90 gázérzékelő, ami olyan ö, ellenőrzés alatt van, hogyha abból bejelez egy, akkor nincs mérlegelési joga a gyár diszpécserének, hogy kiküldje-e a vegyimentesítőket, vagy nem, hanem mennek, mert az olyan szigorú de ez be van mutatva Kazinczbarcika lakosainak. Tehát ezt tudják, hogy, hogy ott van a, rögtön a mellett egy hatalmas vegyi jár, de hogy ott milyen biztonsági előírások vannak. Hogy vannak kutak, amiket folyamatosan mérnek és nézik, és ezek nyilvánosak, és ez megnézhető. Ezt, ezt az előkészítő munkát, ha megcsinálják, akkor valószínűleg a helyiek azt fogják jó, hát akkor oké, okay, rendben van, akkor épüljön itt, mert lesz munkahely. És hogy uh, miért fontos kihangsúlyozni, hogy hogy magyar uh, embereknek munkahely? Hát uh, tőlem aztán nagyon távol áll bármiféle kirekesztés és idegen gyűlölet, de a félelmeimet azt elmondhatom. Az, hogy harmadik országból jött munkavállalók olyan munkakörnyezetből jönnek, munkakultúrából, ahol ismeretlen fogalom a túlóra. Vagy a munkavédelem és akkor én nem szeretném, hogy, hogy mi erre a szintre lecsúszunk. Sőt, én azt mondom, és a pártom is azt mondja, ezt erről is adtunk be egy ilyen határozati javaslatot, hogy harmadik országból érkező munkaerőt csak úgy lehessen foglalkoztatni, ha van kollektív szerződés. Miért? Egy. Kollektív szerződés csak szakszervezet köthet. Akkor van szakszervezet. Kettő. Az mindenkire egyaránt érvényes. Jelen pillanatban nem ez van az van, hogy lehet másképp foglalkoztatni a harmadik országból jött munkavállalót, meg lehet magyar, meg kölcsönzött munkaerő, aki nem érvényes, a kollektív szerződés akkor sem hal. És, uh, és itt jön be az, amiről Parral László beszélt, hogy az olcsó munkaerő jó Magyarországnak. És itt a hallgatók, felhívnám a figyelmét arra, az olcsó munkaerő nem azt jelenti, hogy alacsony kereset. Lehet nettó 500 ezer forintot keresni, és mégis olcsó a munkaerő ha nincs munkavédelmi ellenőrzés, mert például a munkavédelem az nem csak egy védőkesztyű és egy védősisak, hanem mondjuk munkaegészségügyi szűrés. Az, hogy havonta elküldöm vérvételre, fél évente elküldöm CT-re, mert rákkeltő anyaggal dolgozik, és akkor az viszont rohadt drága. Azt fizesse meg a cég. Lezárva ezt a, a szakaszt, de én is kíváncsi voltam, mert akartalak erre reagáltat, és nyilván most itt ne, ne a környezetvédelmi szabályozásokról beszéljünk, hiszen azok az, talán annyira egyik se ért. Viszont az egy érdekes kérdés lesz, hogyha valószínűleg meg fognak épülni ezek a gyárak, ha, ha nem viszel semmit a háború, meg a klímaválság. Azt szerintem mondjuk Debrecenben 9000 Munkás ember plusz a család. Ö, Komáromban is több ezer ember, Gödön ugye most már hat 6 ezres lesz a gyár, hogyha bővítik, és még ugye, hogyha terveznek, ö, meg Iváncsán is lesz egy gyár. De azt jelenti, hogy sok-sok ezer igazából munkás ember lesz. Ö, ez alapjaiba változtathatja meg akár a, akár a politikát is, de akár mindenképpen a munkavállalói jogokat, vagy a munkapolitikát és akkor ezt valahogy ki lehetne, nem tudom, használni, és vagy milyen irányba módosíthatja. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak veszélye arra, hogy olcsóbbá teszi a munkaerőt, vannak annak is veszélyei, hogyha nem sikerül a képviselni a jogukat, akkor, akkor ugye eltűnnek a, akkor a, a, a túlóra, mint olyan, az, az egy alapvetés lesz. Szóval úgy látod, hogy a, ha így nézzük a munkásjogokat, vagy munkajogokat, vagy ezt a baloldali politikát, akkor ez a fajta nagy nagymennyiségű hirtelen megjelenő kétkezi munkás, gyári munkás hogyan befolyásolhatja a jövőnket? A, egyik az, hogy változtatni kellene az oktatáspolitikán, mert uh, ahhoz, hogy hogy ezekben a gyárakban javarészt magyar munkáról legyen, ahhoz képzett magyar munkáról kellene. Itt még nem tartunk. A másik, hogy... Uh, Egyébként, hogyha ilyen nagy létszámú gyárak jönnek létre, és ott sikerülne szakszervezetet alapítani, és annak erős jogosítványai lennének, akkor az mindenképpen jó lenne a munkavállalók szempontjából, de azt mondom, az ország szempontjából is. Hosszú távon nem jó, még oda visszatérek, hogyha elkoptatja magát a, a munkavállaló. Az, arra lenne szükség, hogy igenis ő minőségi munkahelyen dolgozzon, jó munkakörülmények között, megfizetve, szabadidővel. Erre megint azt mondom, hogy az európai szocialistáktól mi azt kértük, hogy segítsenek abban, hogy minél több olyan akciót, rendezvény, kampányt tudjunk csinálni, amit közösen tudunk a szakszervezetekkel együtt, hogy minél több munkahelyre jussunk el, mert nincs, nincs jog, tudata és nincs munkás tudata egyébként az embereknek. Ők nem úgy gondolnak magukra, tehát már nincs a munkás és nem, nem is, nem igen, kérdés, igen. Igen, igen, nincs, nincs munkás osztály, nincs osztályöntudat. Akkor lehetne, mint, hát egy, egy, egy ilyen svéd minta lenne, hogy kormányszinten, mondjuk egy szociáldemokrata kormány, vagy, vagy egy olyan koalíciós kormány, amiben a munkavilágát a, a szociáldemokraták irányítják, akkor ott erős jogosítványokat adnak a szakszervezeteknek, akkor lehet. És nem az erős jogosítványokban nem csak a, a jogi, törvényi keretek vannak, hanem anyagi források is. Mert azt látjuk, hogy ott van sikeres szakszervezet, ahol van arra anyagi forrás, hogy képezzék az aktivistáikat, hogy mozgalmi életet tudjanak élni, látjuk Mercedesnél, hát gyakorlatilag minden évben egyre magasabb és magasabb bérek vannak, jó alkukat kötnek, a vegyipari szakszervezetek ott vannak, a stratégiai partnerek kétharmadánál a vegyész szakszervezet ott van. És én nekem az is hagyományosan jó kapcsolatom van, én mai napig vegyész szakszervezeti tag vagyok, de a vasasokkal is nagyon jó, a László Zoltán a leelnök az, az, igazi harcos társam ebben, és, és nagyon jó béralkut kötnek, van bérharc. De azért, mert nekik olyan ö, európai kapcsolataik vannak, onnan kapnak a, a nagy anyaszakszervezetek igémet által, például hmm. a, oktatót, ö, kapnak hozzá anyagi támogatást, ö, megint ugye az oktatás ö, akkor lesz tudatos munkavállaló, hogyha képezve van. De jó, végszőn nagyon sok mindenről beszélgettünk. Ö de ez alapjogunkban is áll, a gondolkodásra és a, a képzés, a saját magunk képzése, hogy minél kevésbé leszen kiasználni minket, de alapjogunkban áll az olvasás is, és mint tudja minden kedves hallgatónk, hogy minden vendégünk hoz magával egy könyvet, amit mindjárt megtudunk, hogy mi lesz hát az. is lesz, szerintem sokok számára. Pál Feri Atya könyve. Oka. A, ami igazán számít, hogyan bánjunk jól magunkkal és másokkal. Ez egyike azoknak a könyveknek, amik tőle olvasok. Éppen tegnap vettem meg a, az egész család számára a jegyeket, Miskolcon jön Pál feri előadást tartani, rendszeres látogatói vagyunk, ami ugye azért lehet furcsa megint de az, hogy hát ez a komcsi, ez egy kat katolikus pap előadásaira jár. Itt el kell ezt mondani, hogy Pál -ja nem misét celebrál ezeket az előadásokon, hanem ő mentálhigiénész szakember, elképesztően jó humorral van megáldva, és nagyon-nagyon jó előadásai vannak, és nagyon jó önismereti könyvei, ez az élet nehéz helyzeteire nem ad megoldást, de a megoldás felé vezető utat próbálja megmutatni. Emberi viselkedés mintákon keresztül sokszor az előadás olyanok, mint egy stand-up. Úgyhogy... Videókat láttam tőle, és például mondjuk akár a függőségekkel kapcsolatban is nagyon ilyen látja a dolgokat. Hát nagyon szépen köszönöm hogy elhoztad nekünk ezt a könyvet is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez tartalmasra sikerült. Kedves hallgatói, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Hát komolyát köszönöm, hogy itt voltál. Én meg a lehetőséget. És legközelebb is várunk titeket, mert alapjogunkban áll a gondolkodás, a beszéd és az olvasás is. Szervusztok!